hát itt ugye elkezdtük a pecát sima golyóval. Most próbálok egy kicsit variálni, keresni a megoldást, csak kötök egy beget. Itt már ugye megvan a beges szerelékem, horog felcsalizva. Egy picit teszünk a megaljába. Az olmat belehelyezem a bagbe, ezt megtöltöm egy kis mikropellettel. Csalit tetejére szoktam én elhelyezni, lehet az aljára is egyébként, tehát lehetne úgy is kezdeni az egész folyamatot, hogy alulra behelyezem a csalit. Ezt most átfordult, úgyhogy ezt kicsit korrigálom. Arra szoktam azért figyelni, és talán kicsit babra munkának tűnik, de a csali elhelyezés, a horog elhelyezésre mindig figyelek, hogy nehogy átforduljon az ólom a szárán, vagy bármi olyasmi legyen, ami a vízben már ugye azt eredményezni, hogy nem tudja úgy felvenni a hal. Egy kicsit megtömörítjük a beget. A dobásnál fontos az, hogy jó kemény legyen. Tehát, hogy tényleg, hogy ha jó keményre sikerül a beget megkötnünk, akkor utána dobásnál egyszerűbb dolgunk van, könnyebben dobható messzire és nagy távokra. A végét csak egyszerűen megnyálazom, eltekerem, ezáltal egy kicsit megoldódik a pévjázacsír, és ha kellően megnedvesítettem, akkor össze is ragad, kész is a bag részben. Még annyit szoktam csinálni, hogy a sarkait egy picit behajtom, ezt is ugyanígy egy kis nyállal. Megkelve összeragad. Ezáltal kicsit még tömörebb lesz az acsi, meg talán az aerodinamika is egy picit jobb, könnyebben dobható, és kész is. Ez fog bemenni, meglátjuk, hát ha... Ja igen, egy waffles csalit tettem bele, egy kicsit, egy 16-os waffles. Főzött 20-as, 24-es golyókkal horgáztunk az éjszaka, egy picit úgy voltunk vele, hogy ha jön valami, akkor nagyobb jöjjön. Most megpróbálunk egy picit finomítani, kisebb csalikkal, waffles-ekkel, bagbe, hát ha sikerül valamit kifognunk.